A 60-as években felfedezett, ma már fokozottan védett esztászkői barlangot járhatták be az érdeklődők a Bükki Nemzeti Park Barlangok Hónapja alkalmából szervezett túráján. A Bükkben sok a barlang, Heves megye területén az esztászkői a legnagyobb, Felső-Tárkánytól néhány kilométerre található. Itt a tavaszi, még bizonytalan időjárási körülmények között szeretnénk a föld mélyére felhívni a figyelmet, és a látogatható ám érdekes, sok esetben védett vagy fokozottan védett barlangjainkra. Heves megye egyetlen cseppkő barlangjáról beszélünk, hogy a fokozottan védett barlangról van szó, illetve oda bent most jelenleg is fokozottan védett élő állatok is vannak, kis, illetve nagy patkósorú denevérek. Ez úgy látom a látogatók számára is nagyon érdekes. Kis csoportokban lehetett a barlangba bejutni, a túravezetők fejlámpás sisakokat is adtak a látogatóknak, mert az esztászkői barlang nincs kivilágítva. Amit érdekesség, az ez a kőzet, amit itt láthatnak, nagyon szépen meg lehet figyelni különböző rétegeket. Ezek a kőzetek olyan 220-240 millió évvel ezelőtt rakódtak le, méghozzá egy óceánnak az alján, az aljzatán. A 160 méter hosszú barlangjáratban érdekes földtani képződményeket, a mészkőbányászat néhány emlékét, pihenő denevéreket és csodálatos cseppköveket is megfigyelhettek az érdeklődők. Amatőr barlangászként, mint említettem, már sok helyen jártunk, és kalandvágyóak vagyunk, szeretjük a természetet, szeretjük a barlangokat, és ezért jöttünk el erre a Bükki Nemzeti Park által rendezett programra. Nagyon érdekes volt. Kicsi denevérek, gyönyörű cseppkövek, sok csöpögő víz, de szép volt nagyon. Az esztászkői barlang fokozottan védett, a hétköznapokon le van zárva, de ha valaki szeretné megnézni, megteheti, csak be kell jelentkezni a Bükki Nemzeti Park szervezett túráira.